és mai nap pedig egy megbeszélgetésén, mai nap Szondi György fog az időről bevezetőt tartani, meg erről beszélgetnénk. Mindenféle szakértőket látok itt a körünkben többféle szempontból, úgyhogy remélhetőleg érdekes beszélgetés lesz, és hát ahogy szokott lenni, a TEA önkiszolgáló hátul, Sósperec önkiszolgáló hátul, és beszélgetünk, tehát mindenki nyugodtan szóljon bele. Köszönjük ezt az előadó majd szabályozni. Köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget. Jól szörülök, hogy ilyen. Viszont egy szép számmal küldtünk össze, és előre is elnézést kérek, egy kicsit ugyan futtában történt ez a felkészülés, mert alapvetően én egy ügyetlen kutató vagyok, az, ami azt jelenti, hogy más, tehát nem főállásban foglalkozom fizikával, sőt nem is vagyok fizikus. Ez nekem egy hobbi, az általános relativitás elmélet, illetve elméleti fizika. Úgyhogy hát most már lassan hobbit foglalkozom ezzel elég komolyan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az idő kérdése, ez már egy ilyen innoványos terület, amiről érdemes beszélni, ahol a tudósok és a mérnökök nem egészen ugyanúgy állnak hozzá a dolgokhoz, és ezért érdemes, ugye az egyesületnek is ez a mottója, hogy a tudomány és a technológiának a szinergiáját erősítsük, úgyhogy remélem, hogy tényleg sikerül ehhez hozzájárni ezzel a bevezetővel. Hát mi is az idő? Hát első körben azt gondoltam, hogy tök jó, elmondom a fiamnak, hogy mi az idő, és rájöttem, hogy baromra nem tudom elmondani. És akkor elkezdtem, mégis a Google-t kezdtem első körben nézni, mert nagyon sok mindent néztem már, de annak a definíciója, hogy mi is az idő, ez így ott nem jött elő. Tehát mindjárt a másodperc definíció ilyenek megvoltak. Alapvetően azt mondta a Google, hogy a Google az egy dimenzió, és szerintem ez az egyik legjobb megközelítés. De nem egy egyszerű dimenzió, hanem speciális olyan szempontból, hogy nem lehet benne előre-hátra mozogni, vagy jobbra-balra mozogni, mint egy térdimenzióban, hanem ez egy ilyen egyirányú utca, amiben még megállni se lehet, hanem ez folyamatosan halad. Tehát ilyen szempontból tényleg egy speciális dolog. És alapvetően nagyon fontos kérdés az, hogy mire is használjuk ezt az idődimenziót, hogyha ez ennyire speciális. És egy olyan definíciót találtunk, hogy gyakorlatilag az időt a fizikai folyamatoknak a leírására használjuk. Tehát, hogy ez Jánosinak a definíciója. Gyakorlatilag arra jó, hogy a fizikai folyamatokat valahogy le tudjuk írni, tehát a fizikát meg tudjuk csinálni. Tehát minden folyamat, amit leírunk, azt az időben történő változással írjuk le. És alapvetően a másik, ahogy definiálni szoktuk, mint minden fizikai mennyiséget, hogy hogyan is mérjük. Tehát ez a standardebb definíciója az időnek, ami a mérésében történik. Hát ilyen szempontból két dolog az, amit definiálnunk kell. Egyrészt, hogy hogyan definiáljuk az időtartalmat, vagyis hogyan definiáljuk a másodpercet magát. A másik, hogy hogyan definiáljuk az időpontokat. Tehát, hogy mit jelent egy adott időpont, vagyis hogy milyen időskálát használunk. Ezek nyilván vonatkozik egymáshoz, de nem egészen ugyanaz, kicsit más megközelítést igényelnek. Miről is lesz szó? Hát egyrészt lesz néhány gondolat a mérésről, az időmérésről, így kicsit ilyen filozófiai jelleggel. Beszélni fog az időmérés történetéről. Egy idő után nyilván, ahogy fejlődött az időmérés, előjött a relativitás elmélet, mint olyan, tehát az alapfogalmakat, azokat bele fogom helyezni, hogy aztán az időmérésbe is tudjuk ezeket használni. Nyilván azért az embereknek a 90%-a egyszer tisztában van, de tényleg ugyanarról beszéljünk. És utána ennek a kettőnek a kapcsolatát fogjuk megnézni, kicsit fizikai, kicsit megvalósítás szempontjából. És ugye remélem, hogy akkor ettől kicsit
jobban látjuk majd, hogy hogyan viszonyul ez a kettő egymáshoz, tehát a technikai megvalósítás az időmérésnek, illetve az időfogalom, tehát kicsit tisztázódnak a dolgok. A felvetésben, a meghirdetésben volt egy olyan definíció, hogy hogyan értelmezzük azt a kifejezést, hogy az atomórák sebessége az a potenciáltól függ. Igazából az is adja ennek az előadásnak a jelentőséget, hogy most már az atomórákat gyakorlatilag magasságmérésre is fogják használni, vagy kezdik használni, és nyilván ez is egy olyan dolog, ami az időfogalom tisztázását igényli, hogy akkor mi is az idő, hogy mégis ez az alapgondolat. A filozófiai része, ugye annyit tudunk az időről, hogy egy irányba folyik, tehát folyamatosan halad. Van egy olyan állítás, hogy nem rendelkezik saját ritmussal. Igazából ez azt jelenti, hogy különböző fizikai folyamatoknak a ritmusát hasonlítjuk össze. Mire kellünk gondolni? Nyilván kezdetben volt az ingaóra, az is egy olyan folyamat, aminek van ritmusa. A földforgása, tehát a éjszakák-nappalok változása, aztán utána a földforgása, az atomóra, mint olyan, tehát a ilyen standard frekvenciák, ezek mind-mind olyan folyamatok, amikkel lehet időt mérni, amik definiálnak valamilyen időskálát. Ugyanakkor különböző időmértékek lehetnek ebből fakadóan, tehát ezek is eltérhetnek egymástól, tehát nem feltétlenül fogják ugyanazt a skálát definiálni, ezek a különböző, még két atomóra sem definiálja feltétlenül ugyanazt az időskálát. Mint látni fogjuk, ugye a gravitációs potenciától függ a sebessége. Tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy mi legyen a kitüntetett időskála. És ehhez a választáshoz pedig egy olyan elvet használjunk általában, ez a preferált koordináta rendszer, vagy a preferált mérték. Ezt úgy lehet jól megfogalmazni, hogy az a preferált skála, vagy az a preferált mérték egy fizikai mennyiségben, ahol az adott fizikai folyamat az egyszerűen írható le. Tehát nyilván egy lineáris skálán például egyszerűbb leírni valami folyamatot, ahol mondjuk két tömegnek az egyesítésének az eredménye az, hogy a két tömeg mérőszámát összeadjuk. Nyilván ez egyszerű, mint hogyha logaritmus skálát használnák. Nyilván ez az időnél is hasonló dolog. Na, tehát akkor ezek voltak a filozófiai gondolatok. Rátért az időmérés történetére. Tehát első körben ugye a látszólagos időben mérték az időt, az azt jelenti, hogy azt hiszem 1834-ig a navigációhoz is ezt használták, tehát azt, hogy a nap az égen hol található, tehát mikor van belelő, ez volt a dél. Ez gyakorlatilag két dolog határozta meg, hogy hol van az égen. Egyrészt a nap forgása, vagy a föld forgása, másrészt a nap körüli keringés. És gyakorlatilag a nap hosszából úgy határozták meg, hogy a nap hosszának az 1/86400 része a másodperc. Tehát ez volt a standard. Csak hogy ugye ezzel az volt a probléma, hogy a Föld nem körpályán kering, tehát az a rész, ami a nap körüli keringésből adódik, az folyamatosan változik, hiszen a nap közelében gyorsabban halad a pályán, a naptól távol lassabban, tehát a napok hossza nem volt egyforma, és ezzel a másodperc hossza is kvázi változott. Nyilván erre hamar rájöttek. Ugye a 19. század első felében már ezt már nem használták. Ugye rájöttek arra, hogy sokkal célszerűbb, hogyha a csillagok pozícióját figyelik. Ugye ez egy újabb óra, az, hogy a Föld forgását tekintették az idő mérés alapjának, és gyakorlatilag úgy definiálták, hogy az átlagos nap hosszának a 86400 része legyen az egy másodperc. Itt ez az ábra gyakorlatilag azt mutatja, hogy mi a különbség, hogy ez az univerzális idő
első változata, az előző volt a nullás, ez az egyes. Tehát itt mutatja, hogy hogyan változik a kvázi a napok hossza, hogyan csúszik el az éven belül a tökéletlen mérés a tökéleteshez képest. Tehát itt már gyakorlatilag átlagos napokban tudtak számolni, itt már nagyjából egyenletes volt a másodpercnek a hossza, de ahogy pontosodtak a mérések, a csillagászati megfigyelések, rájöttek arra, hogy a Föld forgása és keringése sem egyenletes, és nyilván megint itt a fizikai folyamatok azok, amik meghatározzák, hogy mi is az idő. Tehát ahhoz, hogy a Földnek a mozgását leírjuk, vagy keringését, ahhoz az a fizikának a dinamikai egyenleteket használunk, és hogyha az nem működik, akkor ott valami gond van, és arra jöttek rá, hogy igen, az idő definíciónk jó, vagy nem jó, a Földnek a forgása valószínűleg nem egyenletes. Tehát még a csillagokhoz képest sem. Ennek eredményeképpen tovább finomítottak ezen a módszeren, és megszületett ez az UT2, Universal Time 2, ami, de igen, ami még egy dolog, igen, mindegy. Gyakorlatilag 1960-ig a másodperc definíciója gyakorlatilag ez volt, tehát hogy az átlagos naphossznak a 1.86.000 része. Itt gyakorlatilag 60-ban váltotta le egy ennél finomabb mérés, vagy meghatározás, az ugye rájöttek arra, hogy a Földnek a forgása nem egyenletes, az évnek a hossza sem egyforma, és ezért rögzítettek egy konkrét évet, az 1900-as évet, és annak a hosszából számolták ki a másodpercet, és mivel ugye a fizikát azt jól tudták, tehát ki tudták számolni, hogy ahhoz képest hogyan kering a Föld, meg hogyan forog, meg stb. Ezért a jelenlegi megfigyelésekből, az aktuális megfigyelésekből vissza tudtak számolni arra, hogy a 1900-as évhez képest most mi az egy másodperc. Tehát kvázi ez már nem egy konkrét mérés volt, hanem egy számítás, egy ilyen jellegű meghatározás. Most ezzel nyilván az a probléma, hogy ez meglehetősen nehezen implementálható. Tehát a mérések elég ritkák, tehát valahogy interpolálni kell a kettő között, és hát azóta ez alatt az idő alatt már ugye megjelentek az atomórák, amik már annyira pontosak voltak, hogy még annak a pontosságát is meghaladták nagyjából, ahogy ezeket a csillagászati megfigyeléseket végre lehet hajtani. Ezért aztán 1969-ben született az a döntés, hogy mostantól a másodpercnek a definícióját, vagy a mérését, azt az atomórához kalibráljuk, vagy az atomórához rögzítjük. Tehát ez a másodperc 1969 óta az alapállapotú cézium 133-as atom két energia, finom energia szintje közötti átmenet, megfelelő sugárzásnak egy periódusából számolható ki. Ugye két probléma volt ezzel, ez az úgynevezett atomi idő, tehát TAI az a rövidítése. Ezzel van egy olyan probléma, hogy ugye egyrészt a továbbra is az életünk, a mindennapi élet, az a Föld forgását, a napok és a éjszakák váltakozását veszi alapul, tehát hogy ahhoz kell igazítani, nem célszerű az, hogy az idő az drifteljen, kvázi a mért idő, vagy a használt időskála, az drifteljen ehhez a fizikai folyamathoz, mint a Föld forgása. Tehát ezért ezt a problémát kezelni kellett. A másik, ami itt nincsen említve, ugye, hogy az atomóráknak a sebessége végül is függ attól, hogy hol vannak az atomórák. Tehát, hogyha ebben a helységben vannak, vagy a tengerszinten, vagy fönt egy hegyen, akkor más-más sebességgel van. Tehát ez a definíció, ez egy picit, hogy mondjam, hiányos,
mert nem rögzíti, hogy mit értünk pontosan azon, hogy alapállapot, illetve azt tudjuk, hogy mit jelent, hogy alapállapot, de azt nem rögzíti, hogy hol, milyen gravitációs potenciál, milyen potenciálon van ez az óra. Ebben majd belemegyünk tovább. Mennyi a változás? Hát mondjuk egy GPS műholdon lévő órának a driftje az napi ilyen 49 mikroszekundon, ha jól emlékszem. Tehát ez jelentős. Tehát az és mihez képest van? A Földön, tehát a mi általunk használt, itt a Földön definiált, vagy használt referencia órához képest. Tehát a GPS műholdakat azokat úgy készítik el, hogy beállítják nagyjából azt a arányt, amivel az ő órája sietni fog, fölküldik, és akkor nagyjából jó lesz. De annak az órája az attól függően, hogy éppen a pályán milyen sebességgel és milyen magasságban van, attól függően is ingadozik. Tehát ezért kell pontosan ismerni, nem csak azért kell folyamatosan ismerni a pályájukat, hogy tudjuk, hogy hol vannak és milyen távolságból jön az a referenciajel, hanem azért is, hogy tudjuk, hogy az óráik hogyan jár. De ez egy következő dolog. Tehát ez különböző azért, hogy lényegében az utolsó számjegy ingadozhat. Nem. Ott a periódus számnál. Hát is ez. Mérés szempontjából, tehát helymeghatározás szempontjából ez már iszonyatosan nagy érték, tehát ez több. Szerintem ilyen kilométeres nagyságrendű, vagy lehet, hogy nem tudom, hogy kapásban megsatszolni, hogy ez mennyi, de jelentős. Tehát az 1 nanoszekundum az jelent 30 centit, tehát az 1 mikroszekundum az 300 méter. Akkor ez ilyen 3 kilométer, hát ez így jó sok, ez 15 kilométer környékén napi szinten. Tehát nyilván ez nem történik ilyen. Tehát jó tagadtam meg, hogy az kb. 10-10-en pontosság a periódus időtartamot, hogy megadta. Tehát annál pontosabb nem lehet az atomóra. 10 darab számjegynek van. Igen, csak nem mindegy, hogy ez egy véletlenszerű hiba, vagy egy rendszeres hiba. Tehát amit itt látunk, itt az atomórák pontosság, ez csak egy illusztráció. Na, hogy oldották meg ezt a dolgot? Nagyon egyszerűen beiktattak, tehát az atomi idő és az UTC-1, tehát hogy a napok és éjszakák váltakozása szinkronban legyen, ezért beiktattak egy úgynevezett szökő másodpercet, rendszeresen beiktatnak a gyakorlatilag az atomi idő mellé, azért, hogy és ezt elnevezték UTC-nek, tehát univerzális koordinátaidőnek, azért, hogy gyakorlatilag ne tolódjon el az időskálánk. Gyakorlatilag itt látszik az, hogy hogyan, nagyjából mennyi szökő másodperc volt az elmúlt 40 évben. Tehát ez egy működő dolog, legalábbis abban az esetben, hogyha nem probléma nekünk, az, hogy ugrások vannak benne. Márpedig azért ez probléma bizonyos esetekben, tehát a hétköznapi életben már nem olyan nagyon, de azért komolyabb helyeken ez tényleg gond. És mivel itt már aztán tényleg relativisztikus hatások vannak, ugye már az előbb is említettük, ezért most három rövid szlájdot mutatok a relativitás elmélet azon részeiről, amik figyelembe veendők, csak azért, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Egyrészt ugye a speciális relativitás elméletben alapján tudjuk azt, hogy a különböző sebességgel haladó testeknek, kvázi vagy objektumoknak az idő koordinátája az más irányba néz. Tehát itt van a velünk együtt mozgó testnek az időkoordinátája, az itt van. A hozzánk képest v-sebességgel mozgó rendszernek az időkoordinátája, az pedig
elfordul. Ez azt jelenti, azt is jelenti, hogy látszólag az ő időtartamai megnövekszenek. Tehát mintha lassulnának az órájuk, az órái. Ő pont úgy látja, mintha mi óráink lassulnának, tehát ezért nem lehet megkülönböztetni két inercia rendszer. Minden esetre hozzánk képest ugye lassulnak a dolgok, az órák. Ezt fejezi ki a Lorentz, hát ez idő dilatáció, vagy nem tudom pontosan, mi a korrekt neve ennek a képletnek. Tehát az idő lassulást ez a képlet fejezi ki, tehát nyilván ez sokaknak, vagy a legtöbbeknek ismerős. A másik hatás, amivel foglalkozni kell, az ugye az általános relativitás elmélet, és azon belül is minket a gyenge ekvivalencia elv érdekel, vagyis az a feltevés, vagy az a teória, hogy a szabadon eső test, vagy a szabadon eső rendszer, az ekvivalens a nyugalomban lévővel. Tehát amikor szabadon esik valami, akkor súlytalanság állapota van gyakorlatilag, és azon belül minden úgy működik, mintha nem lenne gravitáció. És itt van egy nagyon fontos kitétel, hogy egy olyan kis térrészben igaz, ahol a gravitációs tér homogénnek tekinthető. Tehát ez egy ilyen szempontból egy fontos kitétel. Erre majd vissza is fogunk térni, hogy miért. Ez azt jelenti, hogy itt, ezen a liften belül a fizikai folyamatok pontosan ugyanúgy zajlanak, mint hogyha ez lebegne a semmiben, távol a csillagoktól. Nem tudok elvileg különbséget tenni. Ez az ekvivalencia elv, amire az általános relativitás elmélet épül. Majd... igen. Ezt szerintem rossz helyre tettem, úgyhogy... majd visszatérünk erre. Na, ez a két hatás az, ami előjön itt a továbbiakban. Ugye egyrészt itt még nem, van egy ilyen, hogy efferemikus időskála, ami gyakorlatilag ennek az UT2-nek a továbbfejlesztése, ami már nem csak a föld forgásának az anomáliáját veszi figyelembe, hanem minden olyan fizikai hatást, ami a naprendszerben a Földre hat. A bolygóknak a hatását, a precessziót, a minden hatást figyelembe vesz. És gyakorlatilag ez egy ilyen dinamikus időskála, ami azt jelenti, hogy folyamatosan mérik azt, hogy most jelenleg hogy áll a... tehát milyen időt tapasztalunk, tehát hogy állnak a csillagok, stb. Kiszámolják azt, hogy hogyan kéne lenni, és ez alapján pontosítják a kvázi az időnek, vagy a másodpercnek a hosszát. Tehát ezt folyamatosan kalibrálják az időskálánkat folyamatosan kalibrálják a mérésekkel az idők során. És ebből... pontosan milyen effektusok vannak ebben beépítve? Hát gyakorlatilag minden olyan effektus, amit így a Newton, meg szerintem a post-newtoni közelítéssel bele tudnak tenni. Naprendszerből. Igen. De vágyunk egy fekete lyuk mellett, nincs benne. Az valószínűleg nincs benne. Igen. De ez elég korai szakasz. Igazából ami továbbfejlesztették ezt a dolgot, méghozzá úgy, hogy használjuk föl ugye itt van az atomi idő, és itt van ez az efferemikus időskála. Ezt használjuk föl, és ebből hozták létre, hát először még a Föld középpontú koordinátarendszert, később pedig ebből alakították ki ezt a terrestrial-time, tehát földi időt, ami gyakorlatilag egy olyan képzeletbeli atomóra, aminek a helye az a Földnek a tömegközéppontja, vagy a Föld-Hold rendszernek a tömegközéppontja, de úgy, mintha a Föld nem lenne ott. Tehát gyakorlatilag ez a Föld pályáján mozgó atomórának a frekvenciája. És ez azért érdekes, és akkor ezzel az órával, ezt az órát használjuk gyakorlatilag, mint földi időt, és ezekhez képest tudjuk megmondani azt, hogy egy atomórának a frekvenciája, és akkor itt már kicsit kifutottam az időből, hogy ilyen filkálmányok vannak, egy atomóra frekvenciája, az ehhez a földi időhöz
képest hogyan változik. És ugye ez, ennek a kettőnek az aránya, ez a potenciáltól függ. Ez a potenciál, ez nem önmagában a gravitációs potenciál, hanem a gravitációs és a centrifugális potenciálnak az összege. Itt azért szerepel ez a mínusz előjel, mert hogy a geodéták, ők a potenciált, az ellenkező előjellel számítják, mint a fizikusok, úgyhogy itt van a fizikusoknak is, hogy ez a gravitációs és centrifugális potenciál, akkor náluk ez így néz ki. Tehát gyakorlatilag pontosan meg lehet azt határozni, hogy egy atomóra, ami valahol van a Földön, az ehhez a képzeletbeli órához képest hogyan jár, és ezen ilyen módon tudjuk ezeket szinkronizálni. Tehát gyakorlatilag a Földhöz tudunk rögzíteni egy olyan koordinátarendszert, ahol szinkronizáltuk az órákat, és így tudunk minden pontosan mérni ebben a földi környezetben. És ugye itt jön elő az általános relativitás elméletnek ez a gyenge ekvivalencia elve, hogy amit itt csináltunk, az pontosan az, hogy azt mondtuk, hogy a nap tere, ezen a kis térrészen, ahol a Föld van, az homogénnek tekinthető. Tehát elhanyagoljuk az ő jelenlétét, csak azt figyeljük, hogy egy önmagában egy óra hogyan viselkedik, tehát ez a képzeletbeli óra, és ez egy jó időskála számunkra, míg az összes többi óra, az ugye már a Földnek a terében van, és ott már nem tekinthető homogénnek a tér, tehát itt olyan hatások lépnek föl, amiket más módon kell figyelembe venni, tehát ezen a módon lehet őket szinkronizálni. Ugye ez egy koordináta idő. Itt gyakorlatilag, amit használunk. Következő lépés, mi van akkor, hogyha a naprendszeri folyamatokat akarunk leírni? Naprendszeri folyamatokat akarunk leírni, akkor egy másik koordinátarendszert kell felállítsunk méghozzá, illetve másik időskálát kell felállítsunk, méghozzá egy olyan képzeletbeli atomórát, ami a naprendszer tömegközéppontjában van, és ott egyenletes. És ha visszamegyünk az elejére, ugye azt mondtuk, hogy az a preferált skála, ahol a fizikai folyamatokat egyszerűen tudjuk leírni. És tipikusan a naprendszeri szintű folyamatokat, a naprendszeri szintű mozgásokat, azt egy naprendszer tömegközéppontjában rögzített órával tudjuk rendesen leírni. Lokál a Föld, gyakorlatilag a Földhöz tartozó mozgásokat, vagy Földhöz viszonyított mozgásokat a Föld közelében, azt pedig a Földhöz rögzített koordinátarendszerben tudjuk a legjobban leírni. Ezért használjuk ugye GPS-nél ezt. És ugye itt van egy újabb képlet, ahol ez a napközéppont, tehát a baricentric coordinate time, azzal fejezzük ki, hogy a földi koordináta idő és a naprendszeri koordináta idő hogyan viszonyul egymáshoz, és itt is látjuk azt, hogy megjelenik ugye ez a sebesség tényező, a speciális relativitás elméletből, ez pedig a gravitáció által okozott óralassulás. Tehát gyakorlatilag két hatás van, amit figyelembe veszünk. Ez azt is jelenti, hogyha mondjuk van két idő pillanatunk, a Földnek a keringési ideje, mondjuk innentől idáig, akkor a napközéppontunk koordináta rendszerben ez kvázi egy egyenes, mármint idő szempontjából, a Föld középpontú az pedig egy picit kvázi néha gyorsabb, néha lassabb. Ugye amikor a Föld a nap közelében van, akkor lehet, hogy arra van. Igen. Amikor a Föld a nap közelében van, akkor az alacsonyabb gravitációs potenciálon van, tehát emiatt ugye általános relativitás elméletből fakadó hatások miatt emiatt lassulnak az órák, és nagyobb sebességgel mozog, tehát
a naphoz rögzített koordinát, vagy naprendszerhez rögzített koordinátákban, koordinátarendszerben szintén lassulnak az órák a sebességhatás miatt. Tehát mind a két hatás ott van. És ugye, ugye az történik itt, hogy oké, általános relativitás elméletet használunk, de szinkronizált koordinátarendszerben. Tehát ugye erre az igaz, ez a képlet igaz, hogy az összenergia az állandó, tehát a Földnek az összenergiája, ami egyrészt ugye a nyugalmi töveg, itt van a kvázi az időlassulásnak a tényezője, tehát G0-nak a gyöke, ugye N0C négyzet, illetve itt van a sebesség tényező, ez a képlet ez gyakorlatilag egy állandó értéket ad. Ugye itt tudjuk, hogy a G0 az 1 plusz 2 fi per C négyzet, és ebből kijön az, hogy gyakorlatilag az 1 plusz fi per C négyzet per 1 minusz 1 kettet V négyzet per C négyzet a gyökösnek a közelítéséből, ez egy állandó érték. És ebből az is következik, hogy ha visszalépünk egyel, ugye itt pontosan ugyanazok az összefüggések vannak, ami itt is szerepel, csak ellenkező előjellel, hogy a sebességhatás meg az általános relativitás elméletből fakadó óralassulás az mértékében ugyanannyi. Mit is jelent ez? Ugye azt mondtuk, az általános relativitás elmélet azt mondja, hogy abban a kis térrészben, ahol homogénnek tekinthető a tér, ott teljesen mindegy, hogy illetve ott használhatjuk azt a koordinátarendszert, vagy azokat az órákat, amik együtt mozognak velünk. Tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy ugye itt lassabban járnak az órák, ugye hogyha, hát igen, ide kéne a Novobátszki effektus, akkor visszamegyek ide, sajnos ez elcsúszott. Mit mond ez a Novobátszki effektus? Nem tudom, hogy a Dávid Gyulának volt 2 évvel ezelőtt egy előadása itt, ahol Novobátszki effektusról beszélt. Nem tudom, hogy ki az, aki képen van ezzel kapcsolatban, vagy itt volt. Vagy. Az nem jobb elmondani. Az egésznek az a lényege, hogy van egy ilyen, hogy külső erő. Tehát az elektromágneses erő, vagy a mechanikai erő, ezek külső erők. Tehát azt jelenti, hogy a testnek van egy nyugalmi energiája, egy adott nyugalmi energiája. Ha én gyorsítom egy külső erővel, akkor az összenergiája növekszik, a nyugalmi energiája az változatlan marad. És gyakorlatilag mondjuk így néz ki, tehát gyorsítottam, lassítottam. Tehát az összenergiája az így változott. A belső erő az máshogy működik, tehát például egy skalártér az olyan, hogy az adott testnek az összenergiája nem változik. Hát azt jelenti, hogy a mozgás, úgymond mozgási energiája az állandó marad. Tehát például a Föld, ahogy kering a nap körül, neki az összenergiája az állandó. Tehát amikor közelebb van a naphoz, akkor ugye jóval nagyobb a mozgási energiája, jóval, nem sokkal nagyobb, picit nagyobb a mozgási energiája, akkor ennek az energiának valahonnan jönnie kell, és akkor gyakorlatilag ez csak a nyugalmi energiából fakadhat. Tehát a Novobátszki effektusnak az a lényege, hogy belső erő, amennyiben belső erő gyorsítja a testet, akkor a testnek a nyugalmi energiája, illetve a nyugalmi tömege is változik. És itt, amikor kering a nap körül a Föld, pont ezt láthatjuk, hogy ugye ezen a részen lassabban járnak az órák. Ha lassabban járnak az órák, akkor azt jelenti, hogy ugye a konton hullámhoz, a hozzátartozó konton hullámhoz az nagyobb. Hát ha lassabban, ugyanaz a részecske picit alacsonyabb frekvenciát bocsát ki, tehát így értelmezik, ez egy a szinkronizálásból fakadó átskálázása ugye a mértékeknek, akkor azt jelenti, hogy az ő mérete megnőtt egy picivel. Tehát azt jelenti, hogy hiába fognak lassabban járni az órák, ugye itt a képletben látjuk, hogy a földi órák,
azok a naphoz közel, a nagyobb a sebesség, azok nagyobb, lassabban járnak. Ilyen fognak lassabban járni, ugye azt várnánk, hogy akkor a Föld forgása, ha egyenletes, akkor ezt ki tudnánk mérni. Csak hogyha növekszenek pont emiatt a részecskék, meg az egész Föld is hasonló mértékben nő. És ugye a tehetetlenségi nyomatéka is meg fog nőni. Ez ugye az, amit mondtál, 10^-es nagyságrendű. És mivel mi a saját magunkkal mérünk, tehát itt lévő atomokkal mérjük a Földnek a méretét, ezért nem érzékelünk lokálisan méretváltozást, de ha mondjuk naprendszeri koordinátarendszerben mérnénk a Földnek a változást, akkor igen, ezt a 10^-es méretváltozást ezt mérhetnénk. Viszont ez azt jelenti, hogy a tehetetlenség nyomatéka ugye az R négyzettel arányos, és ugye ott is láttuk, hogy az órák lassulása az két tényezőből áll össze, az egyrészt a méretnek tehát a frekvenciának a csökkenése, ezzel arányosan a méretnek a növekedése, és a sebességhatás. Tehát ugyanaz a arányfaktor jön ki a tehetetlenségi nyomaték növekedésére, mint az órák kvázi lassulására. És ezért gyakorlatilag nem lehet különbséget tenni, tehát ugyanúgy jól fogjuk tudni leírni a fizikát a földi koordináta rendszerben is, és ez a zsenialitás alapvetően az általános relativitás elméletnek, illetve az ekvivalencia elvnek, hogy tényleg működik az, hogy azon a kis térrészen, ahol homogénnek tekinthető a hordozó tér, ott ezzel a hatást nem kell foglalkozni. A fizika működik. És ugyanez vonatkozik, ugye az elején volt ez a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha egy fekete lyuk közelében megyünk el, vagy hogy a galaxisnak, vagy a tejútrendszernek a hatása, az mennyiben fogja befolyásolni a mi fizikánkat. Gyakorlatilag, ha azt feltételezzük, hogy a naprendszeri mérethez képest a nagyon picik a változás, tehát homogénnek tekinthető a gravitációs tér, akkor mi nyugodtan mérhetünk a naprendszerhez rögzített órákkal, és tökéletesen fog működni a fizika. Ez a pici a változás, ez akkor 10^-10 jelent? Ez nem szám szerint kicsi, hanem a mérethez és a saját pontossági igényünkhöz képest. Tehát itt gyakorlatilag ilyen minimális árapályerőket, ha nagyon nagy pontosságig megyünk majd a mérésekkel, akkor valószínűleg fogunk tudni akár kimérni, tehát előfordulhat, hogy tudunk kimérni, mert nem 100%-osan lehet kioltani ugye egy gravitációs teret egy gyorsuló koordináta rendszerrel, de a jelenlegi pontosságunkhoz képest, meg ahhoz, hogy leírjuk a naprendszerünkben lévő folyamatainkat, ahhoz tökéletes. És ez a szerintem az általános relativitás elmének ez a legnagyobb húzása, hogy tudunk lokális fizikát csinálni. Jól. Tehát nem kell foglalkoznunk, hogy ezen kívül mi van. Mi lett volna még? Ez most az utolsó szlájdom, és igazából ezt ilyen gondolatébresztőnek szántam. Még szerintem maradt benne néhány gondolat, ami most így nem jött elő, de szerintem, hogy ha lesznek kérdések, akkor még biztos előjön valami. Egyelőre köszönöm a figyelmet, és akkor várom a hozzászólásokat, kérdéseket, bármit. Hideget, meleget. Pontosítom az előbb, hogy lehet, hogy buta kérdés volt az eszem. Igazából, ahogy én értem, feltételezzük, hogy az idő egyenletesen telik, megfigyelünk periodikus folyamatokat, és a periodikus folyamatok nem egyenletességéből azt, hogy mondjam, következtetjük, hogy ez valami más hatás miatt van. Most, hát ez akkor az est, igen. Egy pillanat. Igen, csak azért az volt a kérdésem, amilyen, vagy arra irányult, hogyha ugye most figyelembe vesszük ezeket a folyamatokat, korrigáljuk azt, amit
tapasztalunk, de egy olyan effektus van, aminek nem tudjuk az okát, akkor és mondjuk, hogy is mondjam, most ez a kérdés, hogy meg lehet-e mérni a periodikus, mondjuk az atomórák periodikusának, vagy a mondjam, a cézium atom frekvencia változásából, de hogy ezt egyáltalán észlelni tudjuk-e valahogy. Lehet, hogy mondom, buta kérdés. Ja, de... Ugye az elején volt egy ilyen, hogy az időnek nincsen saját ritmusa. Periodikus idő az egy már egy abszorpció. Mi periodikus folyam, vagy periodikus jelenségeket tapasztalunk? Mi, igen, igen. Tehát alapvetően az történik, hogy mi kreálunk a saját magunk által ismert periodikus folyamatokból egy időskálát saját magunknak, és kiválasztjuk a legjobb időskálát ahhoz, hogy ezt használni tudjuk. És minél nagyobb kontextusba próbáljuk leírni a világot, annál több hatást kell mondjuk figyelembe vennünk, tehát amíg mondjuk a földi környezetben vagyunk, addig elég egy földpontú koordinátarendszert használni, de ha már a naprendszert akarjuk leírni, hogy ezt mondtam, akkor már túl kell lépnünk ezen, és akkor le kell írnunk azt, hogy és akkor a földi koordináta idő az hogyan változik a egyen nagyobb koordináta időhöz képest. Ha majd eljutunk oda, hogy mondjuk a nagy bumhoz képest tudjuk meghatározni a óráinknak a járását. Ugye rengeteg ilyen elmélet vagy ötlet volt, hogy fényfáradás, hogy mi minden változott a nagy bum óta, hogy a gravitációs állandó az ugye csökken, hasonló dolgok voltak. Az univerzum növekedésével hogyan változnak ezek a fizikai állandók. Ez mind-mind azt jelzi előre, vagy azt indukálja, hogy ez a fajta időmérés nem feltétlenül a végleges, mert lehet, hogy egy nagyobb kontextusban már nem lesz megfelelő, tehát ahhoz, hogy egy evolúció, a világ evolúcióját, vagy az univerzum evolúcióját le tudjuk írni, ahhoz egy másik idő definícióra lesz szükség, és meg fogjuk tudni mondani, hogy a mi óráink, vagy az atomórák, azok az univerzum fejlődése során hogyan, azoknak a járása hogyan változott, és akkor ez egy olyan leírás, ahol két legyet ütünk egy csapásra, mert gyakorlatilag nem nagyon bonyolítjuk el a saját életünket, ugyanakkor le tudjuk írni az egyen nagyobb világ egyen nagyobb részét ezzel. Nem tudom, hogy válaszoltam-e ezzel a kérdésedre, nem? Csak annyit érdemes megjegyezni, hogy az egy hipotézes, hogy vannak tökéletesen periodikus folyamatok, hogy ez kell az időméréshez, és érdemes minden esetben megnézni, hogy ez a hipotézis az adott jelenségre mennyire alkalmazható. Tehát tulajdonképpen abból tökéletesen meg tudjuk csinálni, és az egy hipotézis, hogy van. És hogy ezt ki is tudjuk jelölni. De ez, igen, jó, értem, hogy van ilyen hipotézis, de ebben lehet kívülni. Ez a hipotézis, ez nem természet törvény. De ezt lehet definiálni is, tehát ha én definiálom, már pedig az az idő, hogy amit az atomóra mutat, akkor ez egy definíció, és akkor innentől kezdve van egy dinamikus téridőm, amit viszont nagyon nehéz leírni, mert a geometriája dinamikus. Okay. És akkor innentől kezdve matematikailag vagyunk meglőve. Valószínűleg, hogy ez a megközelítés, amit a geodéták használnak, ez nagyságrendekkel egyszerűbb leírás. Ugye ez a poszt-newtoni közelítés is igazából ezt a módot használja, tehát hogy oké, szinkronizáljuk, és akkor a közelítő módon használjuk, mert így működik a dolog, vagy így tudunk számolni vele. Jelenlegi pontossággal ez nagyon rosszul működik. A GPS-ek jelenlegi igényével. Jelenlegi pontosságnál pont szinkronizmus még nem használják, mert 11 pikoszekundumos változást mértek ki a Shapiro effektusra. De az már olyan, tehát mondjuk a földi körülmények között, a földi GPS-nél ez még nem egy téma. De mondjuk, ha a napterében nézzük, azoknál a távolságoknál és azoknál a potenciál különbségnél, akkor már számít. Ugye? Tehát itt megint csak az, hogy mekkorát álmodunk. Attól függ, hogy mennyire kell. De itt is egyébként azért
az, hogy tudjuk, hogy centiméteres nagyságrendű eltérést okoz a szafíró effektus, mondjuk a GPS esetén, azt tudjuk, hogy annyi, az mérhető. Csak nem számít. Jelenleg még. Úgy összetett, hogy más se tudja, miért összetett. Ez a... Ugye az történik, hogy a... Ezt elég nehéz leírni. Ugye van egy... Van a térnek, van egy görbülete a gravitáció miatt, és az idő késleltetése a fénynek az nem annyi, amennyi a görbületből lenne számolható, hanem ennek a kétszerese. És ez a plusz késleltetést hívjuk szafíró effektusnak. Nem tudom, hogy ez sem egy kicsit túl egyszerűsítve. A gravitációs térben a fény lassabban terjed, mint vákuumban. Egyik a görbe. Ez a Jánosi féle leírásban, ez így interpretálja, tehát meg lehet azt tenni, hogy nem görbült térdet időt használunk, hanem változó fénysebességet, és akkor pont ugyanazok a jelenségek leírhatók. Csak akkor a mérésünk más, akkor ugye az az előny, hogy euklideszi terünk van, ugyanúgy kvázi geometria optika, az, hogy miért hajlik el a fény, és hasonló dolgok, ott... Talán legegyszerűen úgy magyarázható, hogyha mondjuk a nap mellett elhaladó másik csillagnak a fényét vesszük, akkor a nap gravitációs terében ez olyan, mint hogy egy 60 méteres pálya hosszabbatást okozna a fény útjára. Igen, de ezt lehet ezt úgy magyarázni. Érzékeljük. Tehát ezt lehet úgy magyarázni, hogy ez a térgörbülete miatt van. Csak talán a laikusoknak egyszerűbb jelentkezni. És lehet úgy magyarázni, hogy ott lassabban terjed a fény, ugye ez, amit a Balázs mondott. De ez gyakorlatilag ugyanannak az effektusnak a két különböző interpretációja. Egyébként 3-4 évvel ezelőtt volt a Székely Lászlónak egy előadása itt erről, amiben pont ez a két megközelítés, tehát a Lorentz Poincaré féle, illetve Jánosi féle megközelítés és az Einstein féle görbült téridőnek a megközelítésnek az összehasonlítása volt, és nagyon érdekes volt az, hogy kvázi konszenzus született ilyen szempontból, hogy igen, lehet így és lehet úgy, a fizikai valóság az ugyanaz. Attól függetlenül, hogy ezt hogy írjuk el, ez egy definíció kérdése. Úgyhogy az is egy jó, érdekes. Nem tudom, valami esetleg Szabolcs, valami kommentár arról. Ugye én említettem azt, hogy itt különböző gravitáció potenciálon lévő atomórákkal mérnek magasságot, hogyha esetleg erről valami. Ez most még elég kísérlek, hogy a geodéziának, hogy az egyik ilyen alapvető problémája az mindig a magasság meghatározás volt, ugye, hogy hogyan határozunk meg olyan magasságot, aminek van fizikai tartalma, tehát a nehézségi erőtérrel összekapcsolható megfelelő módon. És hát ugye hagyományosan ez úgy történt mindig, hogy akkor a tengerszinttől indultak ezek a magasságmérések mindig, és akkor szépen országok lefették ugye a saját területüket valamilyen magassági alaphálózattal. Mértek nehézségi gyorsulást, magasságkülönbséget, potenciált számoltak belőle, és így tovább. És hát ugye a nagy probléma az, hogyha összehasonlítgatjuk ezeket a különböző országoknak a különböző hálózatait, vagy kontinenseknek a hálózatait, akkor kiderül, hogy hát bizony deciméteres, meg sok deciméteres különbség van a V0 szintben, tehát mondjuk a tengerszinthez tartozó potenciál szinthez képest. És ugye ez egy komoly probléma. Főleg ugye felső geodézia témájában, amikor az egész Földnek ugye a magasság változásaival foglalkozunk. Hogy más nem mondjuk például, hogy amikor itt a tengerszint emelkedésről beszélünk, akkor az is egy olyan dolog, hogy hát ahhoz, hogyha globálisan akarom a tengerszint emelkedést megvizsgálni, ahhoz az kellene, hogy egy globális magassági rendszer is legyen, amihez viszonyítom ezeket a dolgokat. És akkor hát ami most így fejlődés alatt van ezen a téren, az, hogy az atomórákat volt egy ábra az elején az atomóráknak a frekvencia stabilitásáról, most ott tart a dolog, hogy igazából most már 10-18-os nagyságrendet ostromolják ezek az atomórák, tehát már ott az X-tenger alatt vagyunk, tehát egész szépen mennek lefelé ezek az értékek, amit hogyha
megnézünk, akkor gyakorlatilag a 18-os frekvencia stabilitás az már 1 cm-es magasság meghatározási pontosságnak felelne meg. Tehát, hogyha sikerülne az atomórákat elhelyezni a Föld különböző pontjain, és szinkronizálni őket, ugye itt van a probléma, és szinkronizálni őket, akkor elvileg lehetőség lenne arra, hogy 1 cm pontosan bizonyos, tehát a különböző országok, a kontinenseken és így tovább össze lehessen hangolni ezt a magassági rendszert. Most erre a németek, franciák építenek ki most egy ilyen tesztet gyakorlatilag, egy kísérletet, ahol, ha jól emlékszem, hogy nagyjából Párizstól egészen úgy Frankfurtig ilyen távolságba építenek ki nagysebességű üvegszálas kapcsolatokat, és hát ezzel fogják majd tesztelni ezt az egész dolgot, mint a közeljövőben, és hát ugye az a remény, hogy akkor ezt majd szépen meg lehet csinálni még nagyobbba is. Ugye itt az időszinkronnak a biztosítása, illetve hát a szinkronizálásnak a módja az lesz egy óriási kihívás, hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy oké, lehet, hogy Párizs és Frankfurt között működik, de fog-e működni mondjuk Frankfurt és Johannesburg között, vagy annál is a Szídli között, vagy az Atlanti-óceán alatt. Tehát hogy azért óriási kérdések vannak ezzel kapcsolatban, de minden esetre egy érdekes technológia. Ugye ez a geodéziának igazából ez még mindig a sarkalatos pontja, tehát hiába van GPS-ünk, a GPS az ad nekünk egy geometriai magasságot, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, tehát ahhoz, hogy ugye a fizikai tartalmat mögé tudjuk a magasság mögé tenni, ahhoz a nehézségi erőteret kell nagyon pontosan ismerni, és aztán nem tudjuk olyan pontosan megismerni egyelőre, tehát általában ezek az úgynevezett geoid modellek, ezek olyan 2-3-4 cm pontosságot tudnak biztosítani, középhibát tekintve. Tehát ez azt jelenti, hogy a tolerancia vagy tűrés az inkább a 10-12 cm körül van valahol. Tehát ezt lehetne egy nagyságrenddel javítani, hogyha működne ez a kronometrikus szintezés, hogy így hívják a dolgot, tehát hogy az időmérés alapján lehetne szintezni. Úgyhogy mindenképpen az idő az nekünk mondjuk egy kulcskérdés ilyen szempontból, de a GPS oldalról is egyébként nagyon sok olyan dolgot is ugye említettél, ami érdekes, hát ott ugye annyit érdemes talán hozzátenni, hogy tehát ma ezek a műholdakon lévő atomóráknak a frekvencia, illetve az idő mérési stabilitása az olyan másfél nanoszekundumos tartományban tartják folyamatosan, tehát annyira ugye a drifttől annyira nem félünk, mert a drift az ugye jó modellezhető, hanem sokkal inkább ezektől a magasabb frekvenciás változásoktól félünk. Tehát az egyes óra modelleknél, tehát egy másodfokú polinommal szokták az órának a driftjét és a drift rátáját ugye modellezni. Tehát ahhoz képest, a polinomhoz képest a valódi órahiba az olyan másfél nanoszekundumon belül kell, hogy legyen szabály szerint, és mindez 6 óra alatt szedheti össze a rendszer, tehát 6 órás frissítésen belül. Annyit szinkronizálnak. Így van, az másfél nanoszekundum, és hogyha az felszorozzuk a fénysebesség, az egy olyan körülbelül 5 méter. Akkor jól hallottam, 6 órán. 6 órás időtávon a másfél nanoszekundum, így van. Tehát ez olyan, hogy vissza lehetne számolni a frekvencia stabilitást. Igazából most visszalapoztam az elejére, hogy akkor mi is az idő. Mert erre azt hiszem nem válaszoltam, meg igazából nem is mondanám azt, hogy tisztán lenne erre válaszolni, mert ezért... hát nem tudom. De igazából itt voltak ilyen dolgok, hogy kitüntetett időskála. Tehát szerintem abban meg lehet egyezni, hogy a jelenleg a földi időskálát, földi létünkhöz a földi időskálát használjuk, és most már így a naprendszeri dolgokhoz ugye a naprendszeri időskálát használjuk. És az atomórát azt kvázi arra használjuk, hogy interpolálunk a referencia mérések között. Nem tudom, hogy lehet-e ezt mondani, hogy mennyire lehet ezt. Ugye azt is tudjuk, ugye, hogy tehát az atomórát hova tesszük meg, hogyan jár jellegű. Én is fogalmazom, tehát most az előadásban, ami nekem lejött, hogy a tanulmányaim soránról is, hogy amit mi most atomórákként használunk, az egy egyezményes dolog, hogy mi mit nevezünk időnek. Az általános relativitás elmélet, de a Google-i
definíció érvényesül, az egy koordinátor, az lehet bármi, tehát hogy ott nincsen ledefinálva, hogy micsoda az idő, mert hogyha én mondjuk elmennék egy másik naprendszerből, egy másik pályán, más gravitációs potenciálban mozog egy bolygót, egészen más lenne az időfogalom, mint ezen a pályán. Az idő? Akkor egy matfogyézetes sebességet. A folyamatok sebessége, de hogy is fogalmazzam, a általános relativitásban, hogyha elmegyünk Hawkingig, ott még a folyás irányában sem egyeznek meg mindenhol. Jó, tehát. Nem vagyok egy Hawking fannak. Ami az idő kérdéshez, ha már nem adtál választ, akkor én Ernst Mach-ot idézném egy 1883-ban itt könyvébe, az abszolút tér és abszolút idő problémáját boncolgatta, és föltette a kérdést, hogy mi az idő, majd válaszolta, hogy egy jól megfogalmazott semmi. Ugyanis amikor időt mérünk, akkor mozgást hasonlítunk össze mozgással, ez ugye tőled is elhangzott, és mozgás csak anyaggal együtt létezik, üres térben nincs anyag, és az idő értelmét veszi, tehát idő csak anyaggal együtt létezik. Térre ugyezeket elmondta, de ez most nem témája ennek a előadásnak, és akkor a következő rész az, hogy akkor befolyásolja-e a térben lévő anyag az idő múlását és a tér tulajdonságot, és mind a kettőre igennel válaszolt, tehát az idő múlását a térben lévő anyag határozza meg, és ugyanígy a tér tulajdonságait is, geometriát és fizikai tulajdonságot, és a benne lévő anyag fogja meghatározni. Ezek a Mach-i alapelvek, amelyet Einstein meg akart valósítani a relativitás elméletben. Ez aztán nem olyan nagyon nem sikerült neki, viszont Rindler szerint egy 2000 elérhető relativitás elmélet könyvben azt írja, hogy a newtoni abszolút tér és idő után a Mach-i relatív vagy relacionista idő és tér, tehát ugye relacionista, ami az anyag a relációban van, az idő is és a tér is, Einstein kitalálta a módosítható tér és idő fogalmát, amely üres térben is értelmes, ugye Mach-nál az üres térben se idő, se tér nem értelmes, Einsteinnél igen, az üres tér egy Minkowski geometria, de ha anyag kerül bele, az módosítja a tér és idő tulajdonságot. Hát egy ilyen kis rövid filozófia kiegészítést szerettem volna mi az idő kérdéshez hozzátenni. Akkor talán még annyit a filozófiai is érdekel, hogy ez a kérdés, hogy abszolút az idő vagy relatív. Ha jobban megnézzük, Newton előtt a tipikus dolog, hogy igazából az idő relatív mindig, tehát Newtonnal jelent meg igazából az abszolút idő. Ha erről akarsz olvasni, akkor a másik vélemény filozófikusan is nagyon szépen Leibniz képviselte, és előtte is. És tulajdonképpen ott lehet, tehát, hogy az idő változások rendje, de téged nem az érdekel, hanem az, hogy a Föld környéken hogyan lehet értelmes időt csinálni, és ez egy más kérdés. Tehát ez a filozófia. És nagyon befolyásolja a gondolatunkat, hogy általános iskolában megtanuljuk a newtoni abszolút időt, és mindig ahhoz menekülünk. Akkor én egy pillanatban visszalépnék. Hát alapvetően az a definíció, hogy a másodperc az a cézium atomórának a adott energia szintjéből vezethető le, ez azt jelenti, hogy definiáltunk egy lokális időt. Igen. Ami ahhoz az egy részecskéhez, igen, vagy ahhoz a kicsi térrészecskéhez fizikhető. De abban a pillanatban, amikor nem egy kicsi térrészben szeretnénk fizikát csinálni, hanem egy nagyobb térrészben, akkor már nem tudjuk ezt használni. Mert mint látjuk azt, hogy hiába vannak együtt mozgó, tehát ha ezt mint egy rendszert szeretnénk leírni, akkor nekünk ahhoz egy olyan koordináta rendszerre van szükségünk, amiben le tudjuk írni a fizikai folyamatokat. Igen. Te is lényegében ez az, amit elmondtál, bizonyos értelemben Leibniznél is megjelenik, mert ugye megmondtad, hogy ha ki akarunk terjeszteni, abban az esetben tulajdonképpen az egész világ, tehát az egészről kell egy fizikai modellt csinálnom, hogy mi hogyan változik. És ez megvalósítható, hogy én nagyon köszönöm. Szabolcsúzni egy kérdésem.
Mi az, hogy geoid modell? Tehát milyen értelemben modell? Egy mérési eljárás, vagy egy mérési rendszer? Tehát a geoid az a föld alakja. És ugye a föld alaknak, a föld alakot azt úgy definiáljuk, hogy a nyugalomban lévő tengerszint potenciál felülete gyakorlatilag, amit ugye a kontinensek alatt is meghosszabbítunk. Na most innentől kezdődnek a problémák általában, hogy a kontinens alatt hogyan hosszabbítjuk meg. Nyilvánvalóan, mert ismerünk kellene a föld szerkezetét tökéletesen, és így tovább, ahhoz, hogy ugye szépen ki lehessen számítani ott is ezt, ennek a potenciál felületnek a helyzetét, térbeli helyzetét. És ugye azért fontos ez a geoid alak tulajdonképpen, mert amikor mondjuk egy GPS-en mérek egy magasságot, ugye az egy ellipszoid, egy matematikai felület feletti magasság, nekem tudnom kell, hogy az ellipszoid meg ezen geoid között mi a magasságkülönbség, hogy fizikai magassághoz jussak, tehát gyakorlatilag a potenciál felülettől való távolságot tudjam meghatározni. Na most mivel ugye ezt pontosan kéne ismerni a Földnek a három dimenzióban teljes szerkezetét, sűrűsége, oszlását és így tovább, nyilván ezt nem tudjuk meghatározni, hanem általában a földfelszínen vagy a földfelszín fölötti mérésekből következtetünk vissza, tehát a nehézségi erőtérnek mondjuk a nehézségi térerősséget mérjük, vagy annak a gradienseit mérjük, tehát megvan, hogy milyen mérési lehetőségeink vannak, és abból következtetünk, megyünk ugye lefele, gyakorlatilag a föld belseje felé, ami nyilvánvalóan egy hibákkal terhelt közelítés, és ezért nem tudjuk ezt megfogni gyakorlatilag így. És a külső hatásokat, meg a dinamikus inerciális hatásokat, ezt mind le lehet számolni elég jól? Tehát mondjuk a matkörüli keringésből származó... Igen, tehát mint árapály hatásoktól elkezdve ezeket, ez mind, tehát a GPS-nél is azt nem mondtam itt most korábban, de amikor mondjuk egy GPS holdnak, a műholdnak a pályaszámítását végezzük, akkor belemennek az efemeridák ebbe a pályaszámításba, tehát a naprendszer összes bolygója, és így tovább, tehát az adott pillanatban tudjuk, hogy hol van, milyen tömeg, és milyen hatást számoljuk, ugye milyen hatást fejt ki az adott műholdra. Tehát úgy tudjuk ezeket a mondjuk a 15 percenként lévő pozíció adatok között ugye a pálya ívet szépen integrálni, hogy az összes ilyen hatás, tehát sugárnyomás hatása és így tovább, tehát nagyon sok ilyen perturbáló hatás van, azokat mind-mind figyelembe vesszük, hát ameddig tart értelmes a dolog nyilvánvalóan, tehát az adott műhold pályára értelmes és figyelembe kell venni. És akkor ide vonatkozó kérdés, ez azt jelenti, hogy ebben a rendszerben, amit az Google-tól próbáltam kérdezni, ezek szerint azt így könnyen mégis meg lehetne állapítani, hogyha egy valami ismeretlen, sötét, üravitáló objektumit elhúzna mellettünk. Ha elég erős, akkor persze mind észreveszünk, de... Hát most az, hogy könnyen, nem feltétlenül merném így kijelenteni, mert hát nyilván látnánk valamiféle zavarként, tehát folyamatosan figyelnénk ezeket a pályákat, meg az órahibákat, meg ilyeneket, akkor ott látnánk valamilyen változást. Most az, hogy ezt össze tudjuk-e kötni a forrással, vagy az okozó hatással, az már egy másik kérdés. Tehát ha nem látnánk egy kis bolygót közeledni, hanem valami sötét és láthatatlan, de gravitáló közel, akkor nem biztos, hogy könnyű lenne észlelni. Hát de azt már nem is észrevenni. Azt már a Földnek a pályájában is észrevenni. Hát attól függ mekkora figyel. Igen. Szóval ez egy... Nyilván, tehát ez... Szerintem tényleg azt tudom mondani, hogy attól függ. Tehát, hogy ezek ilyen technológiai dolgok innentől, tehát az, hogy most konkrétan, ha látok egy hatást, hogy azt mi okozza, nagyon sokszor azért hiába vagyunk meggyőződve az okokról, nem azok, hanem csak egy azzal jó korreláló esemény például, vagy valami más. Tehát ilyenek is vannak, ugye, hogy azt gondoljuk, hogy ez mondjuk a föld forgásával függ össze, aztán kiderül, hogy nem, hanem mondjuk valaminek a napi periodicitásával, vagy az éves periodicitásával és így tovább. Tehát ezek ilyen... Innen már egy kicsit vékony a jég, őszintén. Köszönöm a figyelmet. Elég, köszönöm.